Ebben a részben Halász Árpáddal beszélgetünk, aki a Gödöllői Kutyasport Központ vezetője, aki nagyon régóta foglalkozik kutyákkal, és azzal a témával kapcsolatban kerestem meg, hogy arról beszélgessünk, hogy mit tegyen valaki, azaz, hogy mi a teendő, hogyha egy kutyatámadás éri bármilyen kutya formájában bárhol. Halász úr, tapasztalatuk szerint milyen esetekben fordulnak elő kutyatámadások, lehet-e ezt egyáltalán kritizálni, vagy nem feltétlenül? Én már nagyon régóta foglalkozom a témával, ami azt jelenti, hogy 91 óta vezetem a kutyaiskolát, és nagyon sok esetben a 90-es évek elején megkerestek minket azzal, hogy kutyatámadás történt, és abban az időben nagyon fel is hújt a média, hogyha a kutyaharapás történt, nem azt mondta, hogy kutyaharapás történt, hogy odakapott, hanem szétmarcangolta, széttépte, letépte, kiharapta, tehát nagyon a végletekig. Mai napig is divat az, hogy kicsit felfújjuk a híreket, hogy csöpögjön a vér a tévéképernyőből. És hát ugye felkértek minket, hogy mondjunk véleményt. És én akkor azt mondtam, hogy akkor tudok véleményt mondani egy esetről, hogyha tudom a hátterét. Tudjuk meg, hogy mi történt. És akkor elkezdtünk egy ilyen szakértői vonalon menni a kollégákkal, hogy megtudjuk, hogy mi történt, hogy volt, mi volt, ki volt a hunyó, és az esetek legnagyobb százalékában a felnőtt ember a hunyó. Nem lehet kizárni, hogy a kutya is az, de a leges legnagyobb százalékban a felnőttek, azok az emberek, akik felelősek azért a kutyáért, annak a tartásáért, vagy a környezetükben élő kutyáért, vagy éppen azért, hogy a gyerekünkre hogyan figyeljünk oda, hogy őt ne érje baj. A legtöbb eset, a legtöbb kutyatámadásos eset családon belül történik. Természetesen megtámadhatnak minket kutyák, akár kóborkutyák, tehát nagyon sokféle eset van, de a leges legtöbb az abból ered, hogy nem jól választunk kutyát, érzelmi alapon döntünk, azon múlik a kutyaválasztás, hogy milyen filmet láttunk legutóbb, és hogy már biztos a gyereknek is milyen jó lesz, de egy kutya az 10-15 évre szól. És előre kell látnunk annyira, hogy tudjuk, hogy mi a családi viszonyunk, van-e nagymama, van-e kisgyerek, lesz-e elég időnk, energiánk, és a munkánk is megengedi, hogy az állattal törődjünk, kellő időt belefektessünk, és tudjuk-e, hogy az az állat valójában mire tenyésztették, mire alkalmas, mire van, és ne csak a szép szőre határozza meg a mi döntésünket. Manapság már munkanélküliek a kutyák, és nincsen az energia jól levezetve, és az agyán is levezetve, nem is tudjuk, hogy milyen energiákat kéne levezetni nagyon sok esetben, és azt hiszük, hogy azért, mert van egy kert, akkor ott szaladgálhat, és a kutyákban túlteng az energia, túlfütöttek, nem tudjuk felállítani rendesen gazda részéről a szabályokat, a kereteket, mert hogyha van egy keret, akkor ezt meg tudjuk neki mutatni, hogy figyelj, ettől eddig. Ha nincs a kreszben szabály, akkor mindenki megy mindenfele, és sok baleset történik. Ugyanez van itt is, hogy ha nincsen keret, nincsen szabály, akkor előbb-utóbb az a kedvenc házi állat, az a kis szőzbundi, az aranyos jószág, elkezd kutyaként szabályokat felállítani. És hogyha ezeket a szabályokat felállítja, akkor az nekünk nem biztos, hogy jó, mert mondhatom, hogy minden a tervek szerint, mert csak nem az én terveim, tehát ez nem megállapodás, hanem inkább az a jó, hogyha az én terveim, az én szabályaim szerint élünk, nem pedig a kutya állít föl szabályokat. Na már most, hogyha szabályokat állít föl, akkor joggal betartatja, megköveteli, és esetleg rászól arra a gazdira, aki nem tartja be. Az ő rászólása pedig egy odakapás, egy morgás, egy jelzés, ezt nem vettük észre, akkor előbb-utóbb harapás is. Nagyon nehéz a téma, nagyon sok mindenre kell odafigyelni. Nagyon régóta van egy programunk, gyerekeknek szól. Ez a kutya-gyerek kommunikációs tréning. Még a 90-es években a nevét is mi találtuk ki. Szerencsére olyan jó sikerült ez a program, hogy már lopják. Tehát ami jó, azt elviszik, hagy vigyék. De annak örülök, hogyha jót viszik el. Egy gyereknek iskolába, óvodába nincs szüksége arra, hogy megtanulja, hogy hány oltás kell a kutyának, meg kell-e a buszon szájkosár, mert ezt megoldja a szülő. Viszont arra nagy szüksége van, hogy hogyan is kell viselkedni kutyák társaságában.
és hogy ne beszéljek ilyen sokat, vissza is adom a szót a kérdést. Hozzánk a legtöbb nézői kérdés azzal kapcsolatban érkezett, hogy mi a teendő abban az esetben, ha én mondjuk kocogok az erdőben, futok, vagy sétálok vidéken, és hirtelennyiben szembe találom magam egy nagytestű, agresszívan viselkedő kutyával, mit tegyek ebben a helyzetben? Mit tegyen ebben a helyzetben, aki ilyen helyzetbe kerül? Nagyon nehéz olyan tanácsot adni, ami mindenkire érvényes. Tehát más vagyok én, más egy 6 éves gyerek, egy nő, egy felnőtt férfi, esetleg egy fogyatékkal élő, vagy csak egy kiránduló nyugdíjas pár. Olyan dolgot kellett nekünk annó kitalálni, ami szinte mindenkire érvényes. Tehát vannak egyéni megoldások, vannak egyéni trükkök. Első körbe látni kéne, nem csak nézni, hanem látni is. Mi a kutyának a szándéka? Hol vagyok? Mi történt? Mit csinálok? Bementem valakinek a portájára? Kijött-e onnan a kutya? Nem egy vadállatról beszélünk, egy kutyáról beszélünk. Más, hogyha medve támadás lenne, vagy farkas. Föl kellene ismerni a jeleket. Természetesen nincs mindenki kutyája, nem is akar mindenki kutyát, nem mindenkinek kell olvasni ezeket a jeleket, de ha már tudnánk olvasni, akkor sokkal előrébb lennénk. Nagyon sokszor megkeresnek minket olyannal, hogy gyereket harapott már meg kutya, és fényképpen meglát egy kutyát, elsírja magát, olyan trauma érte, és hát kellene valamit csinálni vele. És azzal szoktuk kezdeni, hogy nem is kutyázunk, hanem beszélgetünk, sétálunk itt nálunk a kutyaiskolán, több mint 3 hektáron vagyunk, nagyon sok állat van, és a többi állatról is beszélgetünk, és elkezdjük megismerni a kommunikációt. Mit is akar mondani nekem ez az állat? Nyilván, hogyha találkoznék egy UFO-val, aminek kitárt karjai lennének, és ott állna velem szembe, teljesen mindegy, hogy egészen kicsi vagy 3 méteres, hát igencsak összetolnám magam, hogy vajon mit akar? Barátkozni akar, megenni, vagy csak átölelni? Tehát, hogy nem tudnám eldönteni, amíg meg nem ismerem, és nem tudom a kommunikációt. Tehát, hogyha én futok az erdőbe, és ott áll az úton egy, teszem azt, nagy testű szörmók, akkor látnom kéne, hogy ő milyen állapotban van. Nem fogjuk látni, főleg, hogyha nincs kutyás tapasztalat. Akinek már volt kutyája, vagy van kutyája, az azért már sokat tud az ő nyelvezetükből, látja, hogy fülefarka fönnáll, figyel, esetleg megmutatja a fegyvereit. Szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy na vajon hol vannak a kutyának a fegyverei, mert ez a kutya-gyerek kommunikáció, ez a mindenféle korosztálynak a saját nyelvezetére van megírva. Az egészen pici gyerekektől a gimnazistákig, de tartottunk már felnőtt csoportnak, postásoknak, gázorra leolvasóknak és hasonló embereknek is ilyen tréninget. Nagyjából ugyanezt mondják, ha megkérdezem, hogy és hogy beszélgetnek a kutyák, akkor mindig azt mondják elsőre, hogy ugatnak. Aztán jön csak az, hogy testbeszéddel, jelrendszerrel, és hogyha hol vannak a fegyverei, hát a cicának karma van, a kutyának meg foga, és amikor mutatja a fegyvereit, az nem jó jel, ellenben meg nem is olyan rossz. Mert az, aki bemegy a kocsmába, és azt mutatja, hogy ő maga mekkora nagy darab állat, és mindenki féljen tőle, az valójában ő fél. És ő van olyan rossz lelkiállapotban, helyzetben, hogy neki magát kell mutogatni. Tehát ha már mutogatja a fegyvereit, akkor nem is olyan nagyon rossz dolog az, mert akkor, hogyha nem megyek tovább, nem feszegetem a határokat, akkor nem fog megharapni, hogyha békén hagyom, akkor nem fog megharapni. Mit jelent az, hogy békén hagyom? Nyilván, hogyha futok, akkor neki az egy jelzés, hogy utánam jöhet, egy kulcsinger kiváltás, hogy ez egy vad, ezt lehet üldözni, lehet kergetni, és hát egy nagyon nagy kulcs szó ebbe az egészbe, hogy a passzivitással nem nagyon tudnak mit kezdeni. A passzivitás nem csak a kutyának, hanem a többi állatnak is egy nagyon nehéz dolog, mert ugye az ő fejükben van egy kód, egy kulcsinger. Mi a kulcsinger? Fut, mozog, kapálozik, kiabál, és akkor azt arra valamilyen reakció. De ha semmit nem csinálok, akkor az, amit is kéne kezdeni. Gyerekeknek szoktuk mondani, hogy láttatok-e már szobrot, váljunk szoborra, és akkor mindegyik valamilyen jó kis szoborra átalakul. Meg szoktuk nekik mutatni, hogy milyen az a szobor, amit még a kutya se érdekli.
hogy kellene jó szoborrá változni. A szobornak az alapismertető jele, hogy nem mozog, nem kiabál, nem kapálózik, és leginkább nem fut el. Mert egy kutya mondjuk tud 50-60-nal is futni, és ezzel a sebesség átfutja a várost. Én tudok futni 10-zel, 12-vel jó esetben, és ha nagyon ügyes vagyok, akkor 60-100 méter a sebessége. Tehát így arányaiban az esélyek nem jók. Kicsi gyerekek szokták mondani, hogy ő nagyon gyors, hogy elfut, és akkor olyankor jön az, hogy jó, akkor nézzük meg, és az egész osztály versenyt futhat a egészen kicsi kiskutyánkkal, egyszerre, egy állásból, egy időbe, és mindig megígérem, hogy fizetek egy fagyit vagy kettőt is annak, aki leelőzi a kiskutyámat, tehát persze nem tudják leelőzni, és így azért sok átmegy a gyerekeknek, mert az egész kutya-gyerek kommunikáció nagyon interaktív, tehát inkább a játékokon alapul. És akkor visszakanyarodnák a szoborhoz, hogy milyen az a jó szobor. Tehát a jó szobor olyan, hogy válszélességben van a lába terpezve, kihúzza magát, elől a kis kezét megfogja, és ide leteszi maga elé. Tehát ebbe a pozícióba megáll, fölemeli a fejét, és próbál előre nézni, nyugodtan. Már amennyire nyugodt tud maradni az ember, ezt érdemes úgy megcsinálni, hogy legyen mögöttünk valami. Legyen egy fa, egy bármi, ami miatt nem kerül mögénk az állat, mert hogyha mondjuk kettő van, vagy egy terelőkutya, akkor mögénk fog menni, az a harcmodora, és belénk fog csípni, hogy forogjunk. Két-három ügyes terelőkutya egy medvét meg tud forgatni, úgyhogy az föladja. Tehát jó, hogyha oda tudunk állni egy fához. Ha van nálunk egy olyan táska, egy, mondjuk most ez egy kispárna, vagy egy póló, pulóver, kosár, bármi, azt magunk elé kell, hogy tegyük, úgyhogy egy kis teret képezve, inkább ebből hiányozzon egy falat, mint belőlünk, kicsit eltartva, kihúzom magunkat, nem forogva, nem lobogtatva, passzívan. Ezzel a passzivitással a legtöbb kutya nem tud mit kezdeni. Hogyha be is próbálkozik, ketten, hárman vannak, be fog csípkedni, de nem fog megharapni. Ha megharap, és nem ránt le, akkor is próbáljunk meg így maradni, nem kiabálni, nem hergelve, nem kiváltva a kulcsingert, mert hogyha elkezdjük a kapálózást, csirkék leszünk, elkezdünk futni, macskák leszünk, és áldozat. Tehát meg kellene állni azt, hogy nyugodtak maradunk, szoborrá változunk, és a passzivitásnak a jegyébe azért fogom le a kezemet, hogy ne tudjak kapálózni, ne váljak semmilyen csirkévé. Ha egy kutya, egy kóborkutya beszabadul a Baromfi udvarba, akkor elég nagy pusztítást tud végezni. Például kinyírja az összes tyúkot. Szokták mondani, hogy a kakast nem, de a kakast elsőnek, mert az a legaktívabb. De lesz, aki életben marad, méghozzá az, amelyik ült a sarokba, a tojásain, és nem csett semmit. Észre se vették, nem szólalt meg, behúzta fülét, farkát, és nem mutatta magát. Nem futott, nem kapálozott, nem kiabált. Ez a hármas, ez egy nagyon fontos. Az a kérdés vetődik fel, ez egy teljesen logikus, és köszönöm szépen, hogy elmondta. Az a kérdés vetődik fel bennem, hogy egy kutyákat nem nagyon ismerő ember, aki hirtelenében mondjuk szembe találkozik egy agresszíven viselkedő közép-ázsiai juhásszal, vagy tök mindegy labradorral, az nem rettem meg annyira, hogy nem képes ilyen tudatos mozdulatlanságra? Valószínűleg meg fog ijedni, de hogyha azoknak az embereknek legalább a felének eszébe jut az, amit most mondok, és tudja uralni a testét, akkor az már sokat segít. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor ez se segít, és nyilván elő fog fordulni, hogy megfogja, hogy akár lerántja, akár biciklivel ment, és nem vette észre, és kiszaladt a kapuból, és egy másik pozícióba került. Nagyon nehéz ezt megállni, de ha végig gondoljuk, hogy nincs esélyem elfutni, hiába kiabálok, és még csak hergelem a helyzetet, és ha már közép-ázsiait említett, egy közép-ázsiait nem lehet kimozdítani, több ember sem tud vele, nem bír el, egy igazán jó idegrendszerű, kemény, területőző közép-ázsiai, de lehet bármelyik nagytestű pásztor, ezt nem tudom elijeszteni.
Ott az az egy ellenszer van, hogyha én nem mozdulok, és ő ott hagy. Vagy én nem megyek tovább még véletlenül se. Tehát a nagytestű pásztoroknak a harcmodora az, ha bejössz, védem a területemet, óriási dominanciával, óriási territoriális agresszióval rendelkező kutyák ezek, és addig csinálja, ez belé van kódolva, önálló döntéseket hoz, gazdá nem kell hozzá, hogy aki oda belép, farkas, medve, ember, azt el kell onnan távolítani. De nekik van egy virtuális határuk, egy virtuális területük, amiben nem szabad belépni. Nyilván az baj, hogyha ezt a határt ő kitolta, és már az útra is vonatkozik, ahol mondjuk járkálnak a turisták, tehát ez a gazda felelőssége már megint. De hogyha ő megtartja a tanyának a határát, ami esetleg nincs is csak egy dróttal kihúzva, akkor jó, mert ha én nem vagyok azon belül, akkor ő nem fog kijönni. Ő nem kezd el üldözni, ő neki nem sport az, hogy ő üldözzön, ő nem vadászik, mert ezek az állatok nekiállnának a zsákmenyösztönüket kiélni, akkor levadásznák a háztáit is, a csirkét, a birkát, a mindenkit, és akkor az is elfogynak. Tehát ez nekik genetikai kód. Ők nem vadásznak, ők védik azt a területet. Nem nagyon lehet őket lekenyerezni, megetetni, putyújgatni. Ők védik, viszont ők se tudnak a passzivitással mit kezdeni. A harccal igen. Ha én neki akarok menni és ordítok, akkor ő fölveszi a kesztyűt, hogy ne gyere medve. De hogyha nem, akkor ő megáll. Nem üldöz, nem csinál semmit. Ha valahol lát egy másik akciót, akkor oda fog szaladni. Utána majd visszajön és megint megnézi, hogy itt vagyok-e még. És ott vagyok, akkor még körbejár, mint az oroszlán. És megint fog morogni. Tapasztalatból tudom, két kaukázusival jártam így egy kertbe. Tehát, hogy azért tudok itt ülni és beszélgetni, mert megtettem azt, hogy nem szaladtam el. És igenis meg kell tudni állni, ha nem, akkor tovább folytatódik és göngyölődik a baj. Még ott is van kiút, mert akkor van igazán nagy baj, hogyha földre kerül az ember. Vagy olyan kicsi, hogy gyerek, és földre kerül. Szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy mik azok a testrészeink, amit a leginkább meg kell védeni. Ugye meg kell védenünk az arcunkat, mert nagyon sok érzékeny és vérzékeny testrészt van rajta. Meg kell védeni a nyakunkat, mert hiszen itt veszünk levegőt és rengeteg ér van, a kicsi szívünket, a pocakunkat és a kincseinket, tehát az összes lágy részt, ami érzékeny és vérzékeny, de nincs annyi kezünk, hogy ezt meg tudjuk védeni. Ezért azt szoktuk elmutatni, de az egészen kicsiknek nem, mert félértés van belőle. Már az iskolásoknak lehet, az óvodásoknak nem, mert nagyon nehéz a kettőt különválasztani, hogy mikor csinálom ezt, és mikor csinálom ezt, és mindjárt megértik a kedves hallgatók. Hogyha földre kerülök, akkor egy úgynevezett magzat pózzal összegömbölyödve védem magam. Kezem tarkon összekulcsol, és védem magam, mert hogy inkább a fenekembe harapja, mint a hasamba jelszóval, inkább a lábamba, mint a nyakamba, vagy az arcomba, tehát védve azokat a testrészeket, amelyik a legérzékenyebbek, a legvérzékenyebbek, de hogy ezt mikor? Semmi esetre sem akkor, amikor látok egy kutyát. Mert akkor mennék az utcán, és folyton esnék, kelnék, feküdnék a földön, ennek nincs értelme. Ha én szoborra váltam, és megtámadnak a kutyák, akkor addig ne, amíg nem kerülök a földre. Ha rám ugrik, ha belém csíp, ha megugat, ha belenyal a fülembe, teljesen mindegy, mit csinál, amíg én állva tudok maradni, addig maradunk állva. Ha elvitte a táskát a kezemből, akkor vigye. Ha letépte a gatyámat, tépje. De én maradok állva. Amíg állva tudok maradni, addig állva. Ha valamiért nem tudok, mert mondtam, elesek futás közben, biciklivel, bárhogy, akkor viszont szintén maradjunk passzívak, és védjük azokat a testrészeinket. Oda kap, elenged, oda kap, elenged. Nagyon-nagyon ritka az a eset, szinte nem is lehet ilyet hallani, de azért előfordul, hogy megfogja és nem engedi, ha passzív az ember. Hogyha harcolok, nem fog elengedni. Minél jobban harcolok, annál kevésbé fog elengedni, nem fog elengedni, hiszen amikor tanítunk őrzővédőre kutyákat, és már ezzel a témával is bő 30 éve foglalkozom, hogy tanítsunk kutyákat, és azt kell mondjam, hogy mára már az erre szánt munkakutyák is szinte elfelejtettek harapni, mert minden kutyát úgy szeretnének látni a gazdik is, az állatvédők is, hogy a kanapén és tyutyuka-mutyuka, de van egy házőrző funkciója, egy személyvédő funkciója, és még az energiákat is le kell vezetni, és ma már ott tartunk, hogy nagyon sok kutya nem is akar fogni, mindegy németjász, vagy rottweiler, vagy dobermann,
Nagyon sok munkával kell megtanítani, ugass már, fogjál már, és ahhoz az kell, hogy aktív legyen a zsákmány, élmény legyen a kutyának, jól érezze magát a fogásban, megmerje szorítani, megmerje fogni, tetszen neki, nyilván vannak aportos, jó zsákmány ösztönnel rendelkező kutyák. Az ilyen pici kutyától az ilyen nagy kutyáig minden kutyába megvan ugyanaz az ösztönkészlet. Van, amelyikben jobban előjön ez, van, amelyikben kevésbé. Általában azért van a fajta jellegek, melyiknek van nagyobb hajlandósága mondjuk egy aportra, egy zsákmányra. Van, amelyiket nem lehet rávenni arra, hogy fogjon, mert annyira nem. Németjuhászokból is egyre több ilyen majd nem is akarnak fogni. És minél aktív a zsákmány, minél hangosabb, minél jobban menekül, annál jobban előjön belőle a zsákmány ösztön. Ez így működik náluk, tehát ezt tanítjuk. Na most, hogyha én nem adom meg neki az esélyt, hogy ez a zsákmány ösztön előjöjjön, akkor nekem van több esélyem. Vannak-e olyan fajták, vagy olyan típusú kutyák, most ha úgy álltam mondjuk bull típusú kutyák, vagy pasztor kutyák, stb. Amikkel különösen kell vigyázni, vagy amiknek a támadása esetleg veszélyesebb lehet, mint más típusú kutyáké, vagy igazából ilyen nem létezik, az adott kutya elrontottsági fokától függ, hogy milyen egy támadás. Nyilván az erő az egy fontos tényező.